Az MTTK előzőleg már tartott egy népszerűsítési körutat a vajdasági középiskolákban. A szabadkai nyílt napon bővebb ismeretekre is szert tehettek a fiatalok. Az érdeklődőket a kar oktatói és hallgatói fogadták. Rövid ismertető után, amely a kar bemutatásáról, illetve a szakok bemutatása fölvételi vizsgákról fog szólni, körbevezetjük az érdeklődőket, a középiskolás tanulókat az intézményünkön, hogy betekintést nyerjenek, hogy egyáltalán a továbbiakban, hogyha hozzánk jönnének, akkor milyen oktatási tanulási körülmények között tanulnának. Az ismertető és az épület bemutatása után a kar hallgatói és oktatói különböző foglalkozásokat is tartottak az érdeklődőknek. Ezek során érdekes játékokba és kísérletekbe is bevonták a jelentkezőket. Az egyetem harmadéves hallgatója vagyok, okleveles tanítószakon vagyok itt. Először is azért iratkoztam ide még annól, mert szerettem volna megtanítani a gyerekeket írni, olvasni, számolni, és most a módszertanok kereteiben már lehetőségem van arra, hogy ezt miként kellene, miként, milyen játékos formában lehet megtanítani a gyerekeknek. Nagyon szeretek velük foglalkozni, és már alig várom, hogy negyedikbe mehessek mindig. Minden héten gyakorlatra. Az egyetemen a következő tanévben 3 szak nyílik alapképzésen. Ezek az okleveles tanítószak, az okleveles óvodapedagógus szak és az okleveles kommunikátor szak. Én most jelenleg a Szabadkai Szvetozár Márkovi Gimnázium tanulója vagyok, természettudományi és matematikai szakon, viszont rájöttem, hogy igazából nem ez az az irány, ami engem érdekel, hanem inkább a mondjuk, hogy a társadalom tudományok, de főként a magyar, és szerintem nagyon közel áll hozzám ez az irány, hogy én a kommunikátor szakra jelentkezzek, úgyhogy így döntöttem meg. Fő cél, szempont volt az, hogy itt szeretnék maradni, Vajdaságban, Szerbiában, és ez egy remek lehetőség, hogy magyarul tanulhatok. Értem, és eddig hogy tetszik neked az egyetem, mit gondolsz most, hogy itt vagy? Hát, ha valaki látta a gimit, akkor kívülről elég hasonlónak tűnt, és így kicsit ismerős volt a kinézete, de belülről egy teljesen más, és elég modern, és felszerelt, szóval nagyon tetszik. Amennyiben valakinek megtetszett a kar, és kedvet kapott ahhoz, hogy jelentkezzen az MTTK valamelyik szakára, május folyamán lehetősége nyílik felkészítőkre is járni az intézmény szervezésében.